Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Beszélgessünk egy kicsit Call of Duty Modern Warfare 2019-ről, gamerek, VS újságírók, hogy ki hogyan látta a játékot. Ugye nagy csalódásunkra az E3-on a nagy közönség számára nem mutattak be semmiféle gameplayt, így aztán halványlila gőzünk sincs arról, hogy hogyan fog kinézni a játék, és hogy mennyire lesz jó. Ám zárt ajtók mögött természetesen a válogatott újságírók, illetve gémerek számára megmutatták ezt a játékot. És erről a, hogy is mondjam, kis összehasonlításról szeretnék beszélni, hogy egy gémer hogyan látja a játékot, és egy újságíró hogyan látja a játékot, és hogy mondjuk egy újságíró miért nem teljes mértékben kompetens arra, hogy egy játékról írjon, vagy nyilatkozzon, úgy, hogy tekintve, hogy hát nem lehet őket játékosnak tekinteni. Némelyik biztosan játszott már életében néhány játékkal. Na de, uh, mielőtt rátérnék itt a dolgokra, azelőtt szeretném mondani, ugye, hogy ezelőtt csináltam egy videót arról, hogy a Call of Duty nem elég félkész állapotban lehet az interjú alapján, amit az E3-on uh, adtak, és valószínűleg nem lesz ez annyira Nagyszerű, mint aminek jelen pillanatban a hírek festik. Mivel, hogy? Ugye azok, akik ott voltak ezen a kis zárt helységen, és itt láthatjátok a kis interjú szekciót az IGN-el, akinek van kedve, nézze meg a YouTube-on, hogy az újságírók hogyan nyilatkoztak erről a kis demóról, amit láttak. Ez egy tehát egy előre lejátszott demo volt gameplay, de előre lejátszották nekik, és csak végig kellett nézzék, és erről nyilatkoztak, és kivétel nélkül minden újságíró azt mondta, hogy ez nagyon sötét volt, nagyon brutális volt, és sokszor Kényelmetlenül érezték magukat, amikor végig kellett nézni azokat a jeleneteket, amelyeket ott voltak. Tehát ezt így mondják is ebbe az interjúba, és mindegyik újságíró, a aki nyilatkozott ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy ez hogy ez túl sok, ez már túl, túl sok. Volt, aki azt mondta, hogy ha 10 órán keresztül kellene ezt játszani, tehát egy 10 órás gameplay lenne belőle, az, az, az nem szeretné uh, csinálni. Volt, aki a, a, a magébújt, hogy vajon a veteránok ehhez mit szólnak. Akkor volt, aki azt mondta, hogy nagyon kényelmetlenül érezte magát, miközben ugye nézni kellett ezt a, uh, ezt a demót, és uh, hát uh, egyelőre ezek a hírek, amelyek terjengenek, mindjárt rátérek a gamer oldalra is, egyre ezek a hírek, amelyek terjengenek a Call of Duty Modern Warfare-rel kapcsolatban. Na most, média szempontjából ez egy nagyszerű és tökéletes a Call of Duty szempontjára, mert az emberek láttak egy demót, és az első hír, ami kijött róla, hogy ez fantasztikusan brutális játék lesz, fantasztikusan relatív, tehát ez egy brutális játék lesz. Tehát már is leterelődött valamilyen szinten a szó arról, hogy mit láthattunk a gameplayben, milyen lesz a gameplay, milyen lehet a játék, és ráterülött arra a szó, hogy ez a játék ez túlságosan komoly, túlságosan véres, túlságosan brutális, és etikailag megkérdőjelezhető jelenetek, illetve döntésekben lesz részünk ebben a játékban. Tehát ez is egy nagyon fontos aspektus a játéknak, hogy etikailag megkérdőjelezhető döntésekben lesz részünk. Na most, én soha nem voltam háborúban, soha nem voltam akcióban, nem tudom, milyen a háború. Respekt mindazok előtt, akik voltak háborúban, vagy egyáltalán megtapasztalták annak egy kis ízét, esetleg közel-keleten harcoltak. Biztos vagyok benne, hogy iszonyatos, amit ott az ember átél, illetve milyen etikai vagy morális döntésekbe kell kerüljön. Nem tudom, hogy ez az új Call of Duty ez fogja ezt reprezentálni és helyese, hogy ezt reprezentálja mindenképp. Szóval, hogy abból a szempontból, hogy a veteránok mit fognak szólni ez a játékhoz kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy a mi szemszögünkből, akik sosem fogtunk vegyvert sosem voltunk háborúban, sosem kellett öljünk, sosem kellett megvédjük magunkat, a mi szempontunkból ez nem fog számítani. Tehát egy gamer, egy ember, aki sosem járta meg a háborút, az más nem fog benne látni, csak szórakoztatást, illetve valami impactot, valami hatást, amit szeretnénk megkapni ettől a játéktól. És eddig úgy néz ki, hogy ez a Call of Duty Modern Warfare 2019 Edition, úgy néz ki, hogy eléri ennek a demónak az alapján. De azt kell mondjam, hogy a trailer, amit láthattunk, a trailer, amit láthattunk, ordít róla, hogy van benne dráma, hogy van benne abból a szempontból halál úgy reprezentálva benne, hogy ez egy rossz dolog, hogy ez a háború, és egy, látszik, hogy egy nyomot akar hagyni, már maga a trailer is. Na most, térjünk le, hogy mit láttak a gémerek, és itt jön az egyszerűen hihetetlenül Más nézőpont, hogy gémerek hogyan látnak játékokat, és újságírók hogyan látnak játékokat, és miért nem kellene az, hogy a újságírókat vesznek föl, egy gémer újság, aki csak szimpla újságírókat vesz föl, oknyomozó riportereket, hogy nézzenek bele dolgokba, miért nem egy jó dolog, mert más szemmel nézik, Ezeket a játékokat, tehát olyasmikhez társítják, hogy brutalitás, meg morálisan megkérdőjelezhető döntések, meg tehát nagyvilági hogy is mondjam, folyamatokhoz társítják a, a, azt, amit látnak és amit játszanak. Ezzel ellentétben egy gamer a szórakoztatáshoz társítja, amit lát, továbbá a gameplay minőséghez társítja, amit lát, esetleg a grafikai minőséghez, a, a rendesen, amitől a gamer játszhatóvá látja ezt a játékot, és néztem egy pár gamert, akik ben voltak, és látták a videót, és körbeírták, hogy hogy nézett ki a jelenet, és amiről az újságírók elfelejtettek beszélni, tényleg érdemes megnézni az IGN-nek a változatát, arról, hogy ők hogyan látták a Call of duty és érdemes megnézni a gamerek változatát, hogy ők hogyan látták a Call of duty és mindegyik gamer, akit néztem, az mindegyik kivétel nélkül mondta, hogy igen, a játék nagyon komoly, nagyon tényleg ilyen morális és etikai döntésekre fog hagyatkozni, amik rajta valószínűleg rajtak fog múlni a játékba. És a múltkép ugye néztem Jack Frax-nak a videót, és ő leírta, hogy hogyan nézett ki ez az egész demo, amit megmutattak nekik. Mondta, hogy bementek egy szobába, semmi komolyabb információ, elmondták nekik, hogy van egy jelenet, Londonban vagy, felfedeztétek, hogy egy terrorista sejt, sejtet, sejtnek a központja, hol van, oda mentek, kiiktatjátok. Ez volt a feladat nagy csönd volt az egész szobában elindították a, a játékot, elindították a demót, és leírták a jelenetet körbe, hogy hogy egy londoni kis városkában vagy, szűk utcákon mész, megtalálod a házat, és akcióba lépsz, és voltak nők, voltak gyerekek, voltak megkérdőjelezhető döntések, lövések közben, de mindegyik gamer kivétel nélkül azt mondta, hogy igen, brutális, taktikus, nagyon taktikus, eltér attól, amit megszoktunk a Call of hogy megyünk és lövünk szuperkatona féle, a grafikára kitértek, hogy elképesztően intenzív és realisztikus volt az egész, a fényhatások, amit hattak, az egész, kitértek arra, hogy az egész jelenet alatt nem volt se zene, se semmi, csak csönd, suttogás, fegyverhangok, hangtopító hangok, ahogy az lennie kell egy én mondom, aki nem tudja, ugye, ahogy lenni Ugye kéne egy, mondjuk egy realitás, egy akcióban mondták, hogy nagyon fókuszáltan voltak megcsinálva a karakterek, hogy fókuszált akció volt, taktikus volt, és igen, eh, ahogy esetlegesen elvárható egy valódi akcióban, ahol nincs idő megkérdezni, hogy van-e nálad fegyver vagy nincs nálad fegyver, sokszor csak meghúzod a ravaszt, abban bízva, hogy jó döntést hoztál, mint például leírták, hogy volt egy jelenet, ahol volt egy ajtó, ahol csak a keresztül hallottak. Eh, egy hangot, ahogy, ahogy valami történik, tehát valami zaj volt, és reflexből a karakter, aki játszotta a játékot, reflexből átlőtt az ajtón, annélkül, hogy tudva, hogy mi van ott. Aztán ugye később kinyitották az ajtót, és látták, hogy ott van egy férfi fegyverrel, de bárki lehetett volna ott egy civilis. Szóval értitek a, a döntést, amit mögé lehet hozni, és ezt így körbeírták a játékosok, és a a gémerek kitértek arra, hogy fasz volt, taktikus gameplay volt, korrektül megcsinált jelenet, sorozat, a csöndel a fényekkel, a, takti, a, a, a beszéd, a párbeszéddel, ami mögötte volt, ez az egész, és azt, én mindenki azt írták el hogy nagyon realisztikus volt, és valami ilyesmit várnának el a, a Call of Duty-tól, szóval és ezzel ellentétben mindegyik újságíró, aki ott ben volt, azzal jött ki, hogy ez túl sok. Ez túl sok, ez, ez emiatt valószínűleg a média szét fogja szedni megjelenéskor, és egyes országokban a játék majdnem biztosan be lesz tiltva, remélem Angliát kihagyják belőle, Magyarországot minden bizonyja kihagyják belőle, ott meg fog jelenni ez a játék, mert a magyaroknak van egy ilyen realitás érzéke, a, 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 ahogy is mondjam, a jó dolgok felé. Szóval, de egyes országokban ezt biztosan be fogják uh, tiltani. De egyelőre ezek a hírek jönnek a Call of Duty-ról, nem tudunk gameplay-t. Sok a, a gamerek, akik ben voltak, uh, ugye mondták, hogyha, hogyha a multiplayerek kicsit reprezentálni fogja ezt, amit, amit itt láthattak ebben a kis demóban, akkor um, már jó lesz a játék, és betudhat akár az év játékának is. És mindenki, én magam is, emiatt a hírek miatt, amelyek ott jönnek, egyre kíváncsibb vagyok arra, hogy uh, mi, mi lesz a Call of Duty-val, illetve a történetre magára a single-playerre. Uh, de meglátjuk, nem vagyok túl bizakodó, de mégis bizakodó vagyok. Szeretnék kapni egy jó single player t egy jó történettel, és igen, szeretném, hogyha a dráma az nyelbe ütne nálam. Szeretnék. Uh, etikailag nehéz döntéseket meghozni um, egy ilyen videójátékba, és, és sok hatást érjen el uh, ezekkel a döntésekkel uh, a játék. Szóval, meglátjuk. Meglátjuk, hogy alakul. Tekintve az interjút, amit lenyomtak az E3-on, nem merek túl bizakodó uh, lenni, uh, viszont szeretném tényleg, hogyha egy jó single player kampány sikeredne a multiplayert meg kell lássuk, igazából, és látnunk kell ezt a demót is. Lehet, hogy az az oka, hogy nem jelentették meg ezt a demót a nagy közösség számára, mert a média szétszette volna ezt az egészet. Ki tudja, lehet, hogy, hogy, hogy fehér katonák, fekete férfiakat terrorista néven lő le, és akkor az lett volna a probléma, vagy csak egyszerűen az, hogy volt benne egy nő és egy gyerek, és rajtad áll a döntés, hogyha lelövöd őket, vagy sem, vagy hogy az a gyerek az egy fegyver, és nem egy gyerek, mind rajtad áll ez a döntés, és emiatt, és akkor már a játék már eleve ugye egy nagyon negatív fogadtatást kapott volna, lehet, hogy jobb is, hogy nem jelentetik meg ezt a demót, hanem valami másfajta gameplayt esetleg, és, ja, meglátjuk a multiplayer-t, de nem tudom, ti mit szóltok ehhez a gamer vs újságíró? dologról, hogy, hogy kinek adnátok igazat kell az, hogy a multiplayer, bocsánat, hogy a Call of Duty-ban, vagy egy ilyen akármilyen játékban egy ilyen sok hatást érjen, illetve morálisan megkérdőjelezhető döntéseket hozzunk mi, mint civilek, akik sosem fogtunk fegyvert, és hogy, és hogy ezt megtapasztaljuk, vagy legyünk szuperkatonák, akik végig lövik magukat. Az egész kampány is azt mondtuk, hogy wow, ez egy jó kis hollywoodi akciófilm volt. Te melyikre vágysz jobban ez itt a kérdés. Srácok nagyon köszönöm a figyelmet, remélem eljutottatok a videó végéig. Hashtag hogy tudjam, hogy eljutottatok a videó végéig. Nagyon köszönöm a figyelmet, következő videóig. Sziasztok!